Mátyás király és a kolozsvári bíró. Történt egyszer, hogy Mátyás királynak a fülébe jutott, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népet. Több se kellett neki. Paraszti ruhát öltött magára, bement Kolozsvárra, és leült a bíró házával szemben. Hiszen jókor érkezett a király, nagy sereg nép vágta a fát a bíró udvarán. Egyszer csak egy hajd megpillantja Mátyást. Ne tenne, hitvány paraszt, hát te mit lopod Isten áldott napját? És jót húzott a hátára a pálcájával. Indulj gyorsan fát vágni! Jó, jó, te mit fizet érte? Eszni! És még nagyobbat vágott a hátára. Mit volt, mit nem tenni? Mátyás elindult a hajdú előtt. A bíró éppen ott könyökölt a tornácon. Megszólította. Bíró uram, mit fizet a favágásért? Ennye, ilyen, olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked. Húzd rá, kiáltotta a hajdunak. Az harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. A király többet egy szót sem szólt, hanem munkához látott. Közben, mikor senki sem látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Másnap megint beállított Kolozsvára. De most már nem zekében, hanem királyi ruhában. Egyenesen a bíró udvarába tartott. Mi hír a városban, bíró uram? Kérdezte. Csöndben, békében élünk, felség. Úgy? Hát a szegény földnépe? Nem sanyargatják az előjáruk? Nem, uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a földnépének. Válaszolta a bíró. Hát ezt a nagy kazalfát ki hordta ide? A nép hordta, felség. Szeretetből tették. Így a bíró. Hát én, mintha másként hallottam volna. Hé, legények! Fordult a király a szolgákhoz. Hányjátok szét a kazalt! A legények serényen munkához láttak. Hamarosan előkerült a király három hasábja is. Kegyelem árva fejemnek! Borult térdre a bíró, amikor meglátta Mátyás nevét. Akasztófát érdemelnél, de beérem azzal, hogy mindenedből kifosztanak, és az országból kitakarítsanak, jelentette ki a király. Akik hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király! Azóta is azt tartja a nép. Meghalt Mátyás király, oda az igazság.